Köszöntöm Önöket a Szolnok Televízió agrárgazdasági műsorában. Piacot teremteni a hazai élelmiszertermelőknek, minőségi hazai élelmiszert juttatni az áruházláncok polcaira. Beszámolunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és egy kiskereskedelmi hálózat megállapodásáról. Egészséges, tápláló és nem utolsó sorban finom, ráadásul egyre megfizethetőbb. Folytatjuk biogazdálkodásról szóló sorozatunkat. Ezek a látóhatár fő témái, elsőként azonban arról, hogy a magyar élelmiszertermelők és gyártók piacra juttatása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik alapvető célkitűzése. Mint arról műsorunkban már beszámoltunk, a szakmai szervezet ennek jegyében kezdte meg kiépíteni kapcsolatait a hazai nagy áruházláncokkal. Leggyorsabb a francia tulajdonú hazánkban 19 hipermarketet és 23 kisebb üzletet üzemeltető kiskereskedelmi hálózat volt. Idén februárban megállapodást kötött a kamarával, legutóbb pedig a zöldségtermelők számára rendeztek fórumot. A kommunikáció eredményeként azok a specifikációk, amik ugye szükségesek ahhoz, hogy beszállítók legyenek a áruházláncba, így ismerté válnak, és az eredményeként növelhető a magyar beszállítás az áruházba, végül is ez a végső cél. És mik az elvárásai az áruházláncnak? Magyarán mi kell ahhoz, hogy egy akár kicsiben is termelő zöldség, gyümölcs termesztő, hát most maradjunk a legutóbbi témakörnél, tehát a gyökérzöldségnél, hogy beszállítóvá válhasson? Én úgy gondolom, hogy vannak olyan nemzetközi minőségbiztosítási rendszerek, aminek meg kell felelni a termelőnek. Ugyanakkor vannak olyan speciális igények, ami a terméknek a termesztési körülményeiből adódik, ezt pedig figyelembe kell venni az áruházláncnak, és nagyon fontos például a különböző csomagolási, fejlesztési és egyéb dolgokat is pontosan meg tudják beszélni, és hogy erre mind a termelő, mind a kereskedő fel tudjon készülni. Én úgy gondolom, hogy az alapvető cél az, hogy jó minőségű, friss termék kerüljön a magyar fogyasztó elé. Lehetőleg ez Magyarországról kerüljön oda, mert jóval kisebb a szállítási költség, illetve a frissesség is így biztosítható, és ennek az aránya akkor növelhető, hogy abban a logisztikai központban, amit az OSAM működtet, és ahol egyébként nem csak a termékek megóvására hozott létre, hanem a csomagolása is. Például egy új kezdeményezés, hogy aki nem tudja otthon becsomagolni a termékét, ez beviheti ebbe a kiskunlacházai csomagolóházba, és ott felcsomagolják arra a szintre és arra a formára, ami a fogyasztó igényli. Én nagyon remélem, hogy más áruházláncokkal is meg fogjuk ezt majd tudni tenni a jövőbe. Tettek már lépéseket ebbe az irányba? Hogyne, már sok-sok áruházlánccal egyeztettünk és beszéltünk, szerintem jövőre ezzel is indul ez a program. A sajtóközleményük szerint eddig 38 termelővel áll beszállítói kapcsolatban a nevezett áruházlánc. Mennyire érdeklődnek a gazdák az ilyenfajta együttműködés, magyarán a termeltetés és a beszállítás iránt? A sikert vetíti elő, hogy nagyon nagy létszámba mindkét termékkörből a meghatározó gazdák, meg érdeklődő gazdák ott voltak, tehát úgy gondolom, hogy felkapták a fejüket gazdák arra, hogy itt egy új rendszer alakulna ki. Ott ki is fejtették azt, hogy szeretnék, ha a jövőbe az esetleges megrendelésekből és a beszállításokból egy termeltetési rendszer alakulna ki, hogy mindkét fél előre tudjon termezni, és én azt gondolom, hogy ez a termeltetési elképzelés, ez jó sikereket hozhat, ami nyilvánvalóan több magyar beszállítónak ad a lehetőséget a jövőbe.
mi lesz a következő lépés, ugyanis melyik szakosztály következik a menetrendben? Hát, valószínűleg most lezárjuk majd a dinnyének a szezonjának az értékelését, és utána pedig a nyilvánvaló a évvégén az alma legfontosabb termék. A termőföldtől az asztalig. Sokszor és sokféle szövegkörnyezetben elhangzik ez a szlogán, éppen ezért félő, hogy lassan közhelyé laposodik. Pedig a motto egyáltalán nem banális. A globalizálódó élelmiszerpiacon ember, pontosabban fogyasztó legyen a talpán az, aki pontosan tudja, hogy mi az, ami az asztalára kerül, honnan származik, ki termelte, milyen körülmények között és milyen technológiával. Ennek nyomon követése nem is a mi feladatunk. Hazánkban ezt a szerepet tölti be a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közismert nevén a NÉBI. Nem csak a hatóság és az egyre tudatosabb vásárlók figyelnek azonban a konyhára, asztalra kerülő élelmiszer biztonságos és egészséges voltára, hanem egyre több gazdálkodó is felismerte, hogy ha kicsiben is, de nem csak alapélelmiszert, gabonát, gyümölcsöt, zöldséget, húst, tejet vagy éppen tojást állít elő, hanem késztermékeket is. Így működik a karcagi Hubai és Társai Kft. Is, ahol kizárólag biogazdálkodás folyik. Tematikus sorozatunkban eddig bemutattuk a birtokon folyó állattenyésztést és növénytermesztést, a húsfeldolgozás néhány elemét és a társaság vendéglátóipari létesítményeit, valamint bepillanthattunk a biogazdálkodás filozófiájába is. A tudományos meghatározás szerint a biogazdálkodás, vagy más néven ökológiai gazdálkodás, organikus gazdálkodás, olyan gazdálkodási forma, mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai ciklusokon alapul, a szintetikus műtrágya és szintetikus növényvédőszerek mellőzésével, baktérium alapú biotrágyák használatával. A biogazdálkodás fogalmába beleértendő az erdő, mező, tájgazdálkodás, vidékfejlesztés és élelmiszertermelés is. Igen ám, de honnan lehetünk biztosak abban mi, vásárlók, hogy valóban bio élelmiszert kapunk-e a pénzünkért? Jelöléssel tudjuk megkülönböztetni a mi termékünket sok más biotermétől. Nyilván ilyenkor minden szemben maga felé hajlik a keze, és minden kufára saját lovát dicséri, mi is a saját termékeinket dicsérjük értető módon, mert ezt ismerjük, ebben van benne a szívünk, a lelkünk és minden odafigyelésünk, de nyilvánvaló, hogy a tájékoztatásnak egy nagyon fontos eleme az a címkézés, az a feliratozás, amivel a termék összetevőiről, adott esetben az érzékenységet okozó komponensekről és azokról az összetevőkről, ami esetleg nem ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származik, de belefér az ökológiai termékellátásnak a szabályrendszerében, ilyen összetevőknek a feltüntetése is kötelező. Az is egy fontos plusz információ, hogy a fogyasztók, akik nem feltétlenül a teljes mértékű ökológiai tudatosságuk alapján választanak bioélelmiszert alapanyagul, hanem valamilyen más megfontolásból, őket is tájékoztatjuk arról, hogy egyébként laktózmentes, és egyébként gluténmentes, és szójamentes, és génmódosítással előállított organizmusoktól, vagy komponensektől mentes a mi termékünk, hiszen a bioélelmiszer fogalma az mindezt takarja, mert egy húskészítményben nem lehet szójakészítményt tenni. Egy húskészítményben nem teszünk laktózt, mert nem odavaló. És nem, hát van, amikor a porcukrot például a virslés, a párizsi előállításához használunk, bármilyen furcsa bioporcukrot kell használni. A receptúra szerint belevaló, élelmiszerkönyv szerint ott a helye, de nem tévesztjük meg a fogyasztót, hogy például attól legyen szép piros a tepertünk, hogy miután kisült, tejjel leöntjük. Ez egy szokás az élelmiszerpiacon, hogy tejjel leöntik a frissen kisült tepertőt, attól szépen bebarnul, és senki nem írja már rá utána a tepertőről, hogy laktózt tartalmaz. Na most ez nálunk nem fordul elő, nálunk nincs tejjel leöntve például a tepertő, és ezáltal nincs belekeverve egy olyan komponens, ami nem odavaló, ami esetleges érzékenység esetén fölborítaná a szervezet egyensúlyát, és a fogyasztókat pedig semmiképpen nem hozzuk olyan helyzetbe, hogy olyan jelölt élelmiszer fogyasszanak bioként, ami esetleg nem bio
komponenseket is tartalmaz. Kicsit féregrágta az alma, de ebből is látszik, hogy nincs permetezve, ez bizony bio. Gyakran hallhattuk ezt akár még néhány éve is a piacokon. A biotáplálkozás a gazdagok kiváltsága. Úri huncutság, mint a golfozás, a vitorlázás, meg az epsomi derbi. Volt idő, amikor a bioélelmiszer valóban kétszer-háromszor drágább volt, mint a nagyüzemi tömegáru. Az árrés mostanra kicsit szűkült, és lassan a fogyasztók magatartása is változik. Már nem mindig csak az árcédula számít, hanem egyre inkább az árérték arány is. Meg kell nézni, hogy amikor vásárolunk, akkor saját magunkban el kell mérni, hogy milyen szempontok alapján választunk alapanyagot, vagy készételt. Hogyha valakinek csak az ár számít, akkor méltán érheti az a vád a bioélelmiszert, hogy drágább, mint konvencionális társai. De ha azt nézzük, hogy valamit biológiai értéke alapján választunk, és mondjuk egy bio kenyérben hány százalék a liszt aránya, és vagy a bio pésüteményben hány százalék a liszt aránya, és hogy mondjuk ugyanezt a komponenst, tehát a lisztet konvencionális termékeben mivel tudják helyettesíteni vízmegkötő anyagokkal és különböző állományjavító anyagokkal és különböző olyan adalékokkal, amiből 1100 féle létezik, de nem feltétlenül enné meg az ember, hogyha tudná, hogy egyébként mi mindent fogyaszt. A bio kenyérben például, maradjunk ennél a példánál, 70%-a a komponenseknek liszt. 1 kg kenyér 70 deka lisztből sül. Ebben nem ismerünk pardont. Emlékszek rá, hogy igaz, hogy pár évvel ezelőtt, de találkoztam olyan kenyérrel, hogy rá volt írva a csomagolására, hogy az 1 kg kenyérhez 3 deka lisztet használtak föl, az összes többi az olyan adalékanyag volt, ami segített helyettesíteni a lisztet, tehát ilyen lisztet helyettesítő adalékanyagok, ami nyilvánvaló, hogy valamilyen ipari termék volt, semmiképpen sem élelmiszer. De helyettesítette a lisztet, és kenyérnek látszó tárgyat hoztak forgalomba, nagyon olcsón, és a fogyasztók szerették is, mert hogy az volt a legolcsóbb. A bioélelmiszer nem a legolcsóbb, viszont a legfinomabb, ezt merem ajánlani, és merem mondani, ezért vállalom is a felelősséget, hogy a legfinomabb, és akinek még módjában állt olyan adalékoktól mentes élelmiszer fogyasztani, akár a tanyán, akár korábban a háztáiból, akár otthon a saját, vagy a nagymama főztjéből, akár a nagymama által tenyésztett sertés, vagy a baromfi húsából, akkor nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy ezek az ízek, a bioízek, azokra az ízekre emlékeztetnek, ezek békebeli ízek. Ezek nincsenek fölhígítva, ezek nincsenek kilugozva, ezek nincsenek átalakítva, nincsenek kicserélve, nincsenek kiváltva, nincsenek helyettesítve. Itt mindig azt kapja az ember, amit a csomagoláson lát. A csomagolásba pedig az kerül, ami ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származik. Táplálékod legyen az orvosságod. Orvosság legyen a táplálékod. Hippokratész időszámításunk előtt 460 és 370 között élt görög orvos, a tudományos orvoslás egyik atya tanította így kortársait, és remélhetőleg minket, 2500 évvel későbbi utódait is. A tömegélelmiszer olcsóbb ugyan, viszont tápértékét tekintve sokkal szegényebb, ezért a bioélelmiszerekből sokkal kevesebbet kell megennünk ahhoz, hogy szervezetünket ellássuk a szükséges vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel. Az egészséges étel hosszú távon gyógyszer. Négy gyermekes édesapaként mondhatom, hogy nagyon fontos volt számomra is, hogy a gyermekén az életüknek abban a szakaszán az első 20 évben, amikor legintenzívebben növekednek, akkor lehetőség szerint csak bioélelmiszer fogyasszanak. Nyilván, hogyha megkívántak ők is egy hamburgert, vagy megkívántak egy chipset, vagy nem csaptam a kezükre, szabad volt nekik néha-néha, amikor megkívánták. Aztán egyre kevésbé kívánták, most már meg se tudják enni. Annyira hozzászoktak és annyira megszokta a szervezetük az ökológiai élelmiszereket, hogy kiérzik a különbséget. Ők már elmondhatják magukról, hogy az életük első 20 évében olyan életminőséget kaphattak, azáltal, hogy bioélelmiszert fogyaszthattak, ami az életük egészére ki fog hatni, segíteni fog a szervezetüknek legyőzni a betegségeket, segíteni fog a szervezetüknek fölkészülni akár a várandóságra, akár pedig a későbbi életvitelre, akár egy nagyobb terhelést is bírni fognak, sokkal kevesebbet lesznek betegek, sokkal kevesebbet fognak hiányozni, és a munkában eltöltött aktív éveik száma jóval nagyobb lesz, mint
annak, aki kénytelen beérni a nagyipari termékekkel, és kénytelen azokban az áruházakban megvásárolni az élelmiszert, amik közel vannak ugyan hozzájuk, vagy kényelmes ott bevásárolni, de relatíve nagyon kevés bioélelmiszert kínálnak a fogyasztók számára. Én örülnék neki nyilvánvaló biogazdatársaimmal együtt, hogyha a bioélelmiszerek súlya növekedne, akár a gyermekétkeztetésben, akár a gasztronómiában, akár az otthoni élelmiszer elkészítésében, akár a háztartásokban a főzéskor, de azt is látjuk, hogy olyan erővel zúdul az ország a külföldi élelmiszer dömping, ami ellen akár az élelmiszer piacunk, akár a gasztronómia is nagyon csekély eséllyel veszi fel a harcot, hiszen a tudatossághoz pénz kell. A tudatossághoz kell az a fajta életbölcsesség, ami csak akkor lehet átsajátítani, hogyha az ember tudatosan készül erre, és tudatosan vértezi magát azokkal az ismeretekkel, amire támaszkodhat, amikor meg kell tudnia különböztetni egy kényelmi alapanyagot a bio alapanyagtól. Sajnálatos módon Magyarország ellátási gondokkal küzdik, például bio rizsből. Nem állítunk elő annyi minőségű, álminőségű rizst, ami bio rizst, ami el tudná látni a piacainkat, vagy ha igen, akkor ez külföldre távozik. Ott van például a bio szója. Magyarország bio szójából nagy hatalom tudna lenni, hiszen az a 110-120 ezer hektár Magyarországon, ami alkalmas a szója termesztésre, ott lehetne csak ökológiai módon is szóját termeszteni, de ahhoz 1 millió hektár ökológiai területre lenne szükség, hogy abból évente 110-120 ezer hektár szójavetés terület összejöjjön. És az, amit GMO-mentes szójaként megtermelünk ezen a vetés területen, az is sajnos elhagyja az országosok esetben, Svájcban lesz belőle takarmány, mert a magyar piac nem hajlandó megfizetni érte azt a felárat, amiben ezeknek a kis szériás és nagyon magas minőségű GMO-mentes élelmiszereknek az előállítása kerül. A karcagi Hubai birtokon folyó gazdálkodás nem csak termelésről és értékesítésről szól, hanem sokkal többről. Az olyan tudatos termelő, meg az olyan tudatos fogyasztó, mint amilyennek mi vagyunk és a mi fogyasztóink, ha találkozik, akkor abban nagyon szoros szövetség és évtizedes barátságok és évtizedes együttműködések tudnak kovácsolódni, de nem csaljuk meg egymást egy pillanatnyi haszonért, egy pillanatnyi haszon többletért, hogy majd akkor adott esetben egy más termékkel helyettesítenem az én bio élelmiszeremet. Erre nincsen sem igényünk, sem szükség, mert mindenki elfogadja azt, hogy ennek a terméknek az előállítása többletköltségekkel jár. Ezek kis szériások, kézművesek, nagyon sok embernek tudunk ezáltal munkát biztosítani, tisztességes, méltóságteljes megélhetést biztosítani itt a Nagykunságban, ami azt gondolom, hogy az ország egyik olyan belső peremkerülete, ahol a fejlődés motorja még nem igazán dörren be, és azt látjuk, hogy még erős tartalékaink vannak, és egyre nagyobb távolság lesz közöttünk és a környező megyék között, hiszen máshol, ahol az iparosodás előrébb járok, az infrastruktúra és hamarabb föltalálta magát azokon a területeken, és a munkavállalók is szívesebben szivárognak oda, ahol jobb az infrastruktúra, jobb a közlekedés, ahol az állami és a közösségi szolgáltatások színvonala is magasabb. Nekünk erre is oda kell figyelni, ahhoz, hogy megtartsuk a kiváló minőségű munkaerőt, ezt az irányt is, ezt az erőt is tovább kell segítenünk, és bizony közösségi és társadalmi felelősséget is kell vállalnunk ahhoz, hogy biogazdálkodóként ne csak egészséges módon termeljük meg az egészséges élelmiszereket, és környezetbarát módon a környezetbarát technológiákkal, hanem odafigyeljünk arra is, hogy vannak rajtunk kívül elesettek, vannak rajtunk kívül nehéz szociális és nehéz gazdasági helyzetben lévő családok, amiken szintén segíteni kell, azért például a gyermekétkeztetés felvállalásával és a szociális étkeztetés felvállalásával, mi egy olyan réteghez is el tudjuk juttatni a bioélelmiszereket, a helyi élelmiszereket, akik egyébként nem automatikusan gondolnak arra, hogy bioélelmiszert kell minden nap fogyasztani. Szerencsére módunkban át Berekfűvő község jóvoltából a gyermekétkeztetésen keresztül megismertetni ezeket nagyon magas minőségű alapanyagokat a helyi gyermekekkel, akik ettől egészségesebbek lettek, kevesebbet hiányoztak az iskolából, jobban átvészelték a téli vírusokkal terhes időszakot, kevesebb antibiotikumot kellett fogyasztaniuk, és magasabb teljesítményre voltak képesek az iskolába. Ez egy év tapasztalata, és mi lesz akkor, hogyha ezt évtizedeken keresztül sikerül a helyiekhez eljuttatni, és bizony Berekfűvő és Karcag elmondhatja magára, hogy olyan ökológiai nagy hatalom,
tekintettel arra is, hogy az iparosodás az elmaradt, és ezért sokkal tisztább a levegő, sokkal tisztább az ivóvíz, sokkal tisztábbak a talajaink is, mint mondjuk egy túlzottan is iparosodott területén Magyarországnak. De itt az egészséges élelmiszer előállításában is nagy hatalom karceg és beregfürdő. Az országos átlag az ökológiai gazdálkodásban 1,2-1,3% karceg és beregfürdő határában ez 25%. Én azt hiszem, hogy ezzel az Európai Uniót is megelőzzük. Az Európai Unió átlagát is nagyjából Svájccal betegszik karceg és beregfürdő teljesítménye, és ennek köszönhetnek a helyi lakosok is, és köszönhet az a fajta klímavédelem is, ami az ökológiai élelmiszer előállításához sokkal kevesebb klímát terhelő folyamatot társít. Németország 2023 év végétől betiltja a glifozátot. Addig fokozatosan csökkenteni fogja a glifozát tartalmú gyomírtószerek használatát, jelentette be a német környezetvédelmi minisztérium. A glifozátot az Európai Unióban 2022. decemberéig lehet használni. Az Egészségügyi Világszervezet már 2015-ben megállapította, hogy a glifozát valószínűsíthetően rákkeltő hatású. Az osztrák parlament alsóháza egy júliusban elfogadott törvénnyel tiltotta meg a glifozát használatát az országban, augusztusban pedig 20 francia polgármester tiltotta meg az általa irányított önkormányzatnak a szer használatát. Kedves nézőink, a látóhatár utolsó perceiben az agrárium hírei következnek. Megkezdődött a szüret, az ország legnagyobb pezsgőgyárának főborásza még nem vállalkozott az idei termés minőségének megítélésére, annál is inkább, mivel a koranyári sok csapadék nem tett jót a fürtöknek. A hegyvidéki termelők is szüretelnek, de ők az igazi nagyfajtákat, mint a furmintot és a házslevelűt, csak október elején kezdik szedni. Szakértők szerint az lenne az ideális, ha 3-4 héten keresztül egy picit szelesek, de alapvetően melegek lennének a napok. A termelők egyébként lehangolónak tartják a jelenlegi szőlőárakat, mert még 3 éve 120 forint fölötti áron vették át a termést, addig ma már a 100 forint is nagy szó lenne. Fontos határidő közeleg, szeptember 15-éig kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást, és szeptember 30-áig lehet az aszálykárokat bejelenteni. Eddig 278 ezer hektár területre jelentettek be a termelők valamilyen káreseményt, döntően az aszály miatt. Agrárgazdasági magazin műsorunk végére értünk, legközelebb októberben jelentkezünk, viszontlátásra egy hónap múlva. Kiemelt szakmai partnerünk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Agrárkamara. Közreműködő partnerünk az Agravei Kft. A műsor támogatója a Hubay és Társa Kft. Magtársaság Kft.